Tudod a játék, ami nem tartozik a játék kategóriába. Tudod a játék, amit rengetegen szeretnek, mégis az egyik legszorabb a játékpiacon. De miért szeretik mégiscsak ennyire ezt a játékot? Ezt próbálom kideríteni a mai videóban. Viszont még mielőtt belekezdtek a videóba, el kell mondjam, hogy ez az első és az utolsó Stumnika gulyázós sárszós videók. De senkinek sem kell... Tehát azt nyilván senkinek sem kell mondanom, hogy ezt a játékot nem lehet összehasonlítani semmiféle telefonos játékkal, vagy akár gépes játékkal. Ég is föl igazából a kettő. De arra nem is kell beszélnem, hogy több millió dollár zsebeltek be ebből a játékból. Kettő éve bugok benn vannak, ugyanazok a modellek vannak bent a játékban. És soha ne feledkezzünk meg, hogy 3 évvel ezelőtt ez az egész játék egy kopi. Magában az ötlet és a felállás az a Fall Guysból lett lekoppintva. A neve is igazából a Fall Guysból lett nagyjából lekoppintva. A kettő születek és a különböző más valuták pedig a Brawl Stars-tól. Az egyik dolog, ami miatt, ami ezt a játékot fönntartja, az a szerencse kerék. Hogyha ez nem lenne benne, a játék már egyáltalán nem élne, és külföldre szerencsére már minden lefeleivel. Egyrészt ez magában az embereknek sem jó, egyrészt magában a gyerekeknek sem jó, mert rengeteg sok pénzt költenek el erre, és nyilván, hogyha majd felnőttek lesznek, akkor valószínűleg sokkal, de sokkal jobban vevőek lesznek a szerencsejátékos dolgokra. És ez nyilván sohasem jó. Másrészt szerintem azt egyáltalán nem kell mondanom, hogy az egész játék arra megy ki, hogy pénz, pénz, pénz. Nem nagyon foglalkoznak azzal, hogy az embernek mi a játék élménye, milyen bugok vannak, mert milyen nem. Én amióta kívül ez a játék, egyetlen egy pesnózót szemé láttam azzal kapcsolatban, hogy bármiféle bug kérne javítva, vagy bármi dolog, ami jobbá tenni a játék élményt. Az a legszorúbb volt, hogy olyan nagy emberek kollabálnak ezzel a játékkal, mint Mr. Beast, és amit a legjobban nem értek, az az, hogy miért szeretik ennyire ezt a játékot az emberek. A content szinte egy héten belül kifogy belőle, update-ok jó, hogyha havonta vannak, másrészt, mert igazából nagyon nincs mit benne csinálnod. Tehát, hogy van a PES, ami szökő évente talán bejön egy új, azt kiviszed, és ennyiből a játék semmit nem tudsz benne csinálni. Az egyik talán legmegunhatóbb online játék így a 2024-es játékpiacon. Igazából nekem azt tetszik, hogy egy elég is shady cég áll a játék mögött, úgyhogy igazából nem is volt, de így már nem is nagyon sohasem bizalmam ezzel a játékkal kapcsolatban. Úgyhogy, hogyha te esetleg is játszod ezt a játékot, vagy szereted, akkor kérd a kommentációban, hogy miért. Érved meg, és nagyon kíváncsi leszek rá. És arra is kíváncsi, hogy mennyi ide játszod a játékot, mert én egy hónapnál tovább nem tudok vele játszani, mert megúhatok, és nincs benne semmi content. Úgyhogy ennyi is, hát van ez a videó, ha tetszettek, iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot, és jövő ide találkozunk a prostatos videókkal. Na de, sziasztok!